Abraham járőrök. Közelebbről is megismerhetjük Durham és Cleveland legelszántabb rendőreit. A brit rendőrséggel készített akciódús felvételeknek köszönhetően. Megnézhetjük, ahogy levadásszák és rács mögé dugják az ország legproblémásabb régióinak rossz fiúit. Lesokkoljam! Villámgyors járőrautókkal, ajajaj! Képzett kutyákkal, térdre! És lőfegyveres rendőrtisztekkel. Rendőrség! Ha a helyzet elfajul, a rohamjárőr beindul. Kifelé, a földre! Ilyen egy átlagos nap. A mai részben Darlington megbénul egy őrült gyújtogató miatt. Ha fél nap kell hozzá, akkor annyit leszünk itt. Hey, nyugi! Egy családi vita elfajul. Egyszerre négyet tartott felé. Egy drogkeresés során pedig rejtélyes anyag kerül elő. Mi ez? Találtam még egy tasak mefedront. Rohamjárőrök. Darlington 100 000 lakosú város. És mivel nem mindenki tartja be a törvényeket, a rohamjárőrök a legkülönfélébb bűnesetekkel találkoznak. Van is minden. Családon belüli viták, bolti és autólopások, közúti szabálysértések, betörések. Minden napra valami más jut. Úgyhogy az ember sosem unatkozik. Szombat délután van. Így rengeteg a vásárló a boltokban. Damien Stevens és Nicky Torns pedig sürgős bejelentést kapnak. 3-3, miről van szó? Közel vagyunk. Valaki felmászott a Riley's tetejére, és égőtárgyakkal dobálja az arra járókat. A biztonsági kamera felvételén látható fiatal férfi felmászott egy játszóház tetejére, és tüzet gyújtott. Most pedig cserepekkel dobálja a vásárlókat. Nem ez a férfi első húzása. Korábban robbanást okozott a házban, ahol lakik. Szerencsére a bennalvó 5 személy épségben kijutott. Néhány egység menjen oda erősítésnek. Nagy tömeg gyűlt össze. Demo és Nicky még percekre vannak a helyszíntől, de tudják, hogy ártatlan életek forognak kockán. Damien Stevens, becenevén Demo, kedvenc járőrautója BMW 330D, kedvenc alkoholos itala a Guinness, káros szenvedélye Taylor Swift. Ő a csapat egyik legrutinosabb tagja. Társa Nicky Torns, kedvenc sportolója David Beckham, kedvenc alkoholos itala a pezsgő, kedvenc chipse a marhahúsos Hula Hoops. Nicky mind a 281 lóerőt kihajtja az X5-ös BMW-ből. A járőrök nem sejthetik, mi vár rájuk a helyszínen, de egy biztos, ez kemény munka lesz. Fenn van a tetőn. Két pólóban. Ott vannak. Démóék érkeznek elsőként, és azonnal észreveszik a gyújtogatót. Az előjelek rosszabbak a vártnál. Az emberek áramütést kapnak a rendőrségen, és feldarabolják őket! Miről beszél? Így igaz, így igaz! Miről beszél? Ezzel csak gondot okoz mindenkinek. Mi történik? Dobál benneteket? Vétel. Igen. A rohamjárőröknek el kell küldeniük az embereket a környékről. Van valaki a közelben? Menjenek innen! Sajnálom, de nem jöhet erre. Menjen körbe, kérem. Rendben. Vigyázz, Nick! Én szóltam! Senki sem sérült meg, igaz? Senki sem sérült meg! Jöjjön le! Merre van az erősítés? Mindjárt ott lesz. Vigyázz! A férfi láthatóan nem akarja abba hagyni a dobálást, és most már nehéz cserepeket lök le, amelyek halálos sérülést okozhatnak.
Itt van a 1178-as. Ő képzett tárgyalótiszt. Mi nem tudunk szót érteni a fickóval. Egy rutinos tárgyalótiszt már száguld is a belváros felé. Démo addig is tartja a frontot, és próbálja megakadályozni, hogy a férfi kárt tegyen magában, vagy másokban. Tudja, mit csinálnak! Ne hazudjon! Én nem csináltam semmit! Figyelmeztettem! A dobálózó férfi Démót vette célba az egyik cseréppel, aki csak a pajzsának köszönheti, hogy nem szenvedett súlyos sérülést. A férfi meg akarta dobni Démót. Miért csinálja ezt? Ezt nem lehet! Ne jöjjön közelebb! Még senkinek nem esett baja. Maradjon is így! A férfi már téglákat dobál, és egyre nagyobb kárt okoz. Miért rongálja a kocsikat? Valaki hamarosan meg fog sérülni. Betörte az Alfa Kilo 08 szélvédőjét. Ne roncson a helyzetén azzal, hogy sérülést okoz! Hogyan okoznék? Úgy, hogy megdobja őket! Ne roncson a helyzetén! Mit ártottak magának azok, akiknek dobálja a kocsiját? Tudunk valamit a tárgyalótisztről? Már nagyon kellene. Sajnos elég messziről megy. Legalább 50 perc, mire megérkezik hozzátok. Vettem. A tárgyalótiszt még messze jár. Vajon Démo kézben tudja tartani a helyzetet, mielőtt valakinek baja esne? Démo egy órája próbál szót érteni a gyanúsítottal. Szerencsére megérkezett a tárgyalótiszt, és néhány újabb rendőr is. Menjünk. Óvatosan. Felvesszük a sisakot. Rendben. A járőrök felkészülnek, hiszen tudják, hogy az ostromnak még korán sincs vége. Nesze! Amint látják, nem jutottunk előbbre. Most már itt van a tárgyalótiszt, aki megpróbál beszélni a férfival, bár az úr épp hátat fordított neki. Mivel a dobálózó tudomás sem vesz a rendőrökről, folytatódik a feszült patthelyzet. Ahhoz, hogy a rohamjárőröknek jó esélyük legyen, az időjárás segítségére lenne szükség. Imádkozzunk, hogy eleredjen az eső, mert akkor nagyon kellemetlen lenne neki a tetőn átsorogni, és valószínűleg megadná magát, lejönne. Ez lenne a legjobb. Ha fél nap kell hozzá, akkor annyit leszünk itt. Úgy tűnik, a rendőrök imái meghallgatásra találtak. Itt az eső. Démo és a csapat feszülten figyeli, ahogy a férfi elindul az egyik rendőr felé. Nem tudhatjuk, hogy mi jár a férfi fejében. Megadja magát, vagy agresszív lesz? Az érintett rendőrök, tűzoltók és mentők megkönnyebbülésére a férfi megadta magát. Új fejlemény. Úgy tűnik, a gyanúsított megadta magát Bitu Kumárnak. A férfi azzal védekezett a bíróságon, hogy az eset előtt 3 napig drogozott. Több mint 5000 fontos kárt okozott a rongálásával. A kétszintes ház pedig megsemmisült, amiatt a keletkezett robbanásban. Bűnösnek találták károkozás és mások életét veszélyeztető gyújtogatás vádjában. Életfogytiglant kapott, valamint több mint 1000 fontos bírságot kellett fizetnie. Démo bement az épületbe, amit a férfi megrongált, és jól látszik, hogy miért kapott ilyen súlyos büntetést. Ez egy játszóház, gyermekek számára, tele éghető anyagokkal. Sok gyerek is lehetett volna itt, amikor tüzet gyújtott a tetőn. Szóval, ez rettenetes. Szálljon be! Jól van.
Késő délután van Darlingtonban. Kev Salter őrmester és Steve Brent rendőrfelügyelő most kezdi meg a műszakját. Néhány órával később bejelentés érkezik egy kvadról, amely illegálisan közlekedik a belvárosban. A férfi azonban emberére akadt. Kev ugyanis észrevette a kvadot. Hogy állunk? Egy kvad halad előttünk. Átkelt a parkon. Steve és Kev nem kapcsolják be a szirénát, hanem inkább tisztes távolból követik a kvadot, amíg esély nem adódik rá, hogy biztonságosan megállítsák. Lassan, lassan! Kev Salter. Kedvenc járőrautója az X5-ös BMW, kedvenc kütyűje a kávégép, kedvenc együttese Kings of Leon. Kőkemény rendőr, szeret edzeni. A társa Steve Brent, 13 év szolgálat, kedvenc humoristája Lee Mack, kedvenc sportolója Valentino Rossi. Azonnal felismeri a gyanús helyzeteket. Kevék már követik a gyanúsítottat. Lássuk, hogy valamelyik házhoz megy-e. Nem látott meg minket, ugye? Nem. Kvaddal csak akkor szabad közúton közlekedni, ha kifizették rá a súlyadót, illetve van műszaki vizsgája és járműbiztosítása. A motoros pedig rendelkezik jogosítvánnyal. Készítsd a futócipődet. A férfi vezetési stílusa alapján neki egyik sincs ezek közül. Olyan veszélyesen kanyarodott, hogy egy szembejövő autónak ki kellett térnie előle. Senkire nincs tekintettel. Tényleg senkire. Még nincs vége az álmokfutásnak. A férfi négy sávon is átkel a kvadjával. A rendőrök eleget láttak. Ideje megállítaniuk a motorost. Meglátott minket. Nem baj. Innen már nincs tovább. A járőrök végre akcióba léphetnek. Üdv, fiatalember! Hagyjon! Nem hagyom. Így nem tudom leállítani. Majd én leállítom. Engedjen el! Megbilincselem, érti? Ne próbálja lerázni a kezéről. Nem csinálok semmit. Nem lesz jó vége. Leállítom. Köszönjük. Megbilincselem a másik kezét is. Ez az. Jöjjön. Vegye le. A járőrök gyanúja beigazolódott. A quad nem közlekedhetne az úton. Steve pedig arra következtet a férfi viselkedéséből, hogy valami más rejtegetni valója is van. Mi a keresztneve? Nem mondok semmit. Tessék? Nem mondok semmit. Nem mond semmit? Nem. Pedig válaszolnia kell, mert ha megsérülök maga miatt, azt nagyon megbánja. Van önnél valami illegális? Nincs. A férfi azt állítja, hogy nincs nála semmi, de a motozás eredménye nem erre utal. Mi ez? Glükóz. Tessék? Glükóz. Glükóz? Nekem nem annak tűnik. A rendőrök tudják, hogy vannak, akik glükózt kevernek az amfetaminba és a kokainba. Tehát glükóz. Keverésre használja? Úgy is kiderül, hogy mi ez, mert elküldjük a laborba, és ők majd megmondják. Ők szakértők. Tényleg glükóz? Más nincs magánál? Nincs. És miért volt önnél? Tessék? Mire használja? A kutyám nincs jól. Nekivettem a városban. A férfi szerint a fehér por egy beteg kutyának kell. Más nincs magánál? Nincs. De mivel magyarázza azt, amit Steve talált? Á, ez is glükóz. Ez nem az. Ez nem a kutyáé, ugye? Csak egy kis amfetamin. Amfetamin? Egyre jobb. Csak magáncélra van, nincs nálam több. Tényleg? Igen. Ez mi? MCAT. Tessék? Mi ez? Amfetamin. MCAT. MCAT. Rendben. Az amfetamin és az MCAT, vagyis a mefedron is illegális drog. Szerintem ez is az. Ugyanolyan csomagban van. Felőle. Tessék? Glükóz. Glükóz? Véletlenül sem amfetamin. Nem. Csak ugyanolyan tasakban van. Ez megmagyarázza, hogy miért volt olyan feszült, és miért akart minden áron elmenekülni. Elég sok drogot találtunk nála. Amfetamint,
M-katot és egy jelentős mennyiségű harmadik anyagot. Állítása szerint glükóz, de én másra tippelek. A másik két tasakban amfetamin és M-kat van. A férfi a sitten tölti az éjszakát, a veszélyes motorozás és a drogok miatt. Amint kiderült, a nagy tasakban tényleg glükóz volt, a két kisebben pedig M-kat és amfetamin. A férfit bűnösnek találták kétféle kábítószer birtoklásában. Jogosítványa van, de biztosítása nincs, és balesetveszélyesen motorozott. 6 büntetőpontot kapott, és 365 fontos bírságot kellett megfizetnie. Kérnék egy szállítót a quadhoz. Még rajta van a címke egy korábbi lefoglalásról. A rendőrök lefoglalják a quadot, így a rohamjárőröknek már csak egy dolguk maradt. Ez a lefoglalás sima ügy lesz. Branty felkapja a hátára a quadot, és beviszi. Branty azonban úgy dönt, inkább kíméli az izmait, és feltolja a quadot a szállító autóra. Akárhogy is a rohamjárőrök eredményes reggelt zártak. Szép munka volt. Jó eredménnyel. Éjjel van Middlesbrough-ban. És Andy Hunt, a kutyás egység tagja, egy sürgős ügyben nyomoz. Egy családi vita elfajult. A férfi azt állítja, hogy a barátnője megszúrta a kezét. Még mindig nála van a konyhakés, és fenyegetőzik. A közelben vagyok a kutyával. A részletek homályosak, de úgy tűnik komoly a baj. Egy nő állítólag megszúrta a barátját, majd kizárta a lakásból. A kés komoly veszélyt jelent. Ha kell, bevetjük a kutyát is. Andy Hunt, 22 év szolgálat, kedvenc alkoholos itala a cider, kedvenc étele a cékla. Andy 1993 óta dolgozik rendőrként, vagyis 22 éve van a pályán. Éppen ezért pontosan tudja, milyen veszélyesek a családi viták, hiszen az emberek erőszakosak és kiszámíthatatlanok lesznek a heves érzéseik miatt. Bármi is vár rá, a tapasztalatai szerint nem lesz szép. Andy mindjárt odaér. Andy nem vesztegeti az idejét. Tudja, hogy nagy lehet a baj. Két rendőr már a helyszínen van, és megtalálták a férfit, akit megszúrt a nő. Nincs önnél semmi illegális? Nincs semmi. Hol történt az eset? Ben, az első lakásban. Az első lakásban, rendben. Igen. Azt mondta, több kés volt nála. A férfi kezén vágott sebb van, de nem súlyos. Egy lakásban él a gyanúsítottal, aki kizárta őt az épületből. Ki tudja nyitni az ajtót? Nem, nála van a kulcs. Mi történt? Ki nyitná az ajtót? Nem, nem! 4 pohár bort ivott, és bekattant. 4 kés volt, egyszerre 4-et tartott felém. Olyan volt, mint a rozsomák. Hagyjanak! A nő megszúrta a barátját, most pedig be akarja törni az ablakot egy biciklivel. A rendőrök nem tudják, mire lehet még képes. Nyissa ki! Be akarja törni az ablakot. Óvatosan! Takarodjanak! Egy kerékpár van nála. Ezt megbánják! Hé, nyugalom, nyugi! Nyugi, jól van! Elég, nyugi! Hagyjanak! Higgadjon! Nyugalom! Nem lesz semmi baj. Ne! Mit csinálnak? Nyugalom! Higgadjon le! A rendőrök megbilincselték a nőt, aki rugdosni próbál, és nem akar kimenni az épületből. Megbilincseltük. Jól van! Nyugodjon meg! Emeljük fel! Tegyünk bilincset a lábára, és emeljük. Nyugodjon már meg! Higgadjon le! Nyugodjon meg! Hagyják abba! Nyugalom! A rendőrök mindenki biztonsága érdekében kénytelenek megbilincselni a nő lábát.
aki azonban nagyon megnehezíti a dolgukat. Jöjjön! Jó, emeljük fel! Ne! Tegyenek le! Sikerült megbilincselniük a hisztérikus nőt, de még biztonságosan be kell tenniük a rendőrautóba. Nyugi! Kérem, ne! Nyugalom, hagyja abba! Semmi baj! De ez sem megy csendesen. Nyugodjon meg! Kérem! Te voltál Nyugi! Te szemét! Ne csinálja ezt! A helyzet kritikusra fordul, miután a nő elkezdi harapdálni a saját kezét. Higgadjon le! Vigyázzon magára! Ne csinálja! Ne! Nyugalom! Ne! Ne! Segíteni akarunk. Segíteni? Na ne szórakozzanak! Komolyan. Higgadjon le! Ne! Szálljon le rólam! Csak jót akarunk. És még nagyobb lesz a baj, amikor már a rendőröket akarja megharapni. Jól van. Szálljon le rólam! Üljön fel! Semmi baj. Rohadt szemét! Nyugalom! Hagyjon! Nyugodjon meg! Nyugodjak meg? Mégis ki maga, az anyám? Nyugodjon meg, segítünk. Jól van. Hagyjanak békén. Szálljon be a kocsiba. Hozzátok be. A nő végre biztos helyen van, így a rendőrök kifújhatják magukat. Engedjenek ki! Most az áldozat állapota a legfontosabb. Mit csinált? Felemeltem a karomat. Ő pedig fogta a késeket, és átszúrta velük a kezemet. Látja? Itt. Honnan jön a vér? A hüvelyk ujjából? Igen, és a kézfejemből. A kézfejéből. Igen. Tehát egy kés volt a hölgynél. Egyszer négyet tartott felém. Négy kés volt a hölgy kezében? Igen. Rendben. Nem tudni, mi váltotta ki az indulatokat a nőben, de a rohamjáröröknek hála, senki sem sérült meg. 9 hónap közmunkára ítélték testi sértésért, valamint 500 fontot kellett kifizetnie bírósági költségekre. Hová viszik? Először a Rosebery őrsre. A rohamjárőrök gyakran keresnek bűncselekményekben érintett járműveket, hogy megállítsák azokat ellenőrzésre. Hosszú hétvége van. A Durhamtől délnyugatra lévő Crookban járunk. Jacko most kezdte az éjszakai műszakot. Szeretem a hétvégi éjszakai műszakokat, mert ilyenkor sok érdekes dolog történik. Így sosem unatkozunk. Bízom benne, hogy ezúttal is akad majd valami érdekes. Jacko több autót is keres. Az egyik egy ezüst színű Volkswagen Bora, amelyben a feltételezések szerint drog van. Paul Jackson, kedvenc szuperhőse Batman, kedvenc Bond gonosza Vasfog. Hobbiai, gyúrás, foci, PlayStation. 17 éve kap el rossz fiúkat, és ha nem is élő hazugságvizsgáló, jó érzékkel szúrja ki, ha egy gyanúsított titkol valamit. Arra a címre megy, amelyre bejegyezték az autót. Valószínűleg itt parkolna, de nincs sehol. Mivel ez nem jött be, Jacko a városban keresi tovább a kocsit. A piacnál vagyok. Úgy tűnik, szerencséje van. Ugyanis perceken belül meglátja a feltételezett célpontot. Ott van. Jacko követi a gyanúsítottat. Megállt. Hogy mint? Jól, minden rendben. Azért állítottam meg, mert úgy tudjuk, drog van az autóban. Nem, itt nincs drog. Biztos? Egyiküknél sincs semmi illegális? Nincs. Egyesével megmotozom önöket, és átkutatom az autót is. Kezdjük önnel, jó? A sofőr és a két utas azt állítja, hogy nincs drog a kocsiban. Ha ez igaz, akkor hamarosan tovább mehetnek. Hogy hívják? Phil. Phil?
Mi ez? Bizony. Az információ helyes volt. Jacko egy csomag fehér port talált a sofőr zsebében. Ezennel letartóztatunk. Érti? Nyújtsa a kezét. Lássam mindkét kezét. Mi ez? M-kát. M-kát. Igen. Fogyasztott is? Nem. Hazafelé tartok. Mivel a férfi beismerte, hogy M-kát, vagyis mefedron van nála, egyelőre biztosan nem mehet haza. Jacko két mobiltelefont és egy kötek pénzt is talál. Mennyi ez? Tessék? Hány font ez? 90. Ez a tasak is az öné? Igen. Ez is M-kát? Igen. Az M-kát birtoklásáért 5 év börtönbüntetést is kiszabhatnak. Jacko erősítést kér az utasok és a kocsi átkutatásához. A piacnál vagyok 3 gyanúsítottal. Át kellene kutatni őket és a járművet is. Valaki segítene? Üljön be a kocsimba, jó? Rendben. Szálljon be. Megérkeztek. Látom, köszönöm. Szálljon ki. Hogy hívják? Adam. Adam, van önnél bármi illegális? Nincs. Amíg Jacko megmotozza az utasokat, a többiek átkutatják a gépjárművet. Ez 50 faktoros naptej? Igen. Teljesen szétfolyt. A naptejtől eltekintve a kocsi tisztának tűnik. Úgy tűnik, a hátulülő utas is bajba kerül, ugyanis Jacko talált nála egy csomagot. Átkutattam az utasokat, és a hátulülőnél találtam egy csomag M-kátot. A sofőrnél talált fehér porról bebizonyosodott, hogy M-kát. A férfi bűnösnek vallotta magát, és 270 fontos bírságot kellett fizetnie. A hátulülő férfinél is M-kát volt. Ő figyelmeztetést kapott. Az előülő férfit vád nélkül elengedték. Jacko ismét bebizonyította, hogy a kitartást mindig siker koronázza. Elégedett vagyok. Megtaláltuk a gyanús járművet. Mindhárom férfit letartóztattuk, valamint drogot, készpénzt és mobilokat foglaltunk le. Az évek óta tartó kampány ellenére továbbra is rengeteg az ittas sofőr a brit utakon. A rohamjár örök sajnálatára északkeleten is bőven akadnak ilyenek. Semmi értelme. Saját magukat és másokat is veszélyeztetnek vele. Egyszerű ez. Ne igyanak. És bármelyik rendőr megmondhatja, hogy nem egyszerű boldogulni az ittas vezetőkkel. Este van Stocktonon 10-ben. Paul Faulkner bejelentést kapott, amely szerint egy részeg férfi be akar ülni a kocsijába, és vezetni akar. Kék Opel Corsa. Lakossági bejelentés érkezett egy ittas sofőrről Stockton közeléből. Egy részegnek tűnő férfi beszállt egy gépjárműbe, és megpróbálta beindítani. Ideje szétcsapni a lovak között, és odasűríteni. Vagyis bele kell taposnia. Paul Faulkner, kedvenc csokija a Double Decker, kedvenc filmje a Remény rabjai, kedvenc alkoholos itala a Desperados sör. Egy vidám fickó, 11 évnyi rutinnal a háta mögött. Az államautója egy Aston Martin Vanquish, de ma a csapat egyik 3-as BMW-jét vezeti. A férfi, aki a bejelentést tette, még mindig vonalban van. Azt mondja, hogy gyanúsított nem tudja beindítani a járművet. Egy szemtanú figyeli az ittas férfit. Azt állítja, hogy még ahhoz is túl részek, hogy sebességbe tegye az autót. Többször is próbálta beindítani a kocsit, de mindig lefullad.
Paul tudja, hogy könnyen katasztrófa történhet, ha a férfi mégis beindítja az autót. Ha a férfi vezetni kezd, jó esély van rá, hogy elüt egy gyalogost, vagy karambolt okoz, és valaki súlyosan megsebesül. Ma elég nagy a forgalom, úgyhogy inkább bele sem gondolok, hogy mi történhet, ha mégis elindul. Új információ érkezik, és úgy tűnik, baj van. 95, a gépjármű elindult. Szerencsére Paul épp időben vágott be a kocsi elé az elágazásnál. A szemtanú időközben azt mondta, hogy a sofőr és az utas a helyet cseréltek. 903, itt vagyok. Vettem, kösz. Üdv. Jó napot. Jó napot. Hogy van? Jól. Szálljon ki, kérem. A férfi elég zavarodottnak tűnik, így valószínűleg őt látta korábban a szemtanú. Üljön át hozzám, jó? Szálljon be. Na, ebből elég. Szálljon be. Ne szórakozzon. Van önnél bármi illegális? Nincs. Tessék? Ne csinálja ezt. Mi a keresztneve? Martin. Martin, rendben. Nem csináltam semmit. Tessék? Mit mond? Jól van. Nyújtsa a kezét. Jobb lesz, ha megbilincselem. Na, mit csinál? Jól van. Nyugi, rendben. Nyugalom. Hey! Jól van. Mit képzel magáról? A férfi össze-vissza beszél. 903-2915. Paul szeretné biztosra tudni, hogy a megfelelő személyt kapta el. A bejelentés alapján azt a férfit tartóztattam le, aki az anyósülésen ült. Mi van rajta? Kék póló és farmer. Paul örömmel értesül róla, hogy a szemtanú személy leírása illik a férfira. Eljött az ideje, hogy megszondáztassa a gyanúsítottat. Jó. Mi rosszat tettem? Mi rosszat tettem? Azt gyanítom, hogy alkoholos befolyásoltság alatt vezetett. Tessék, fújja addig, amíg nem szólok. Még, állj! Fújnia kell. Mi van? Nem hajlandó belefújni? Nem. Nem? Nem fúj bele? Nem. Rendben. 903, kérnék egy rendőrautót. Paul letartóztatta a férfit, amiért nem volt hajlandó megfújni a szondát, és ráadásul még tetézi is a bajt azzal, hogy kezd feszülté válni. Hé! Váratlanul leverte a kamerát. Ne támadjon rá senkire. Dehogy! Érti? Az én kocsimban ne. Nem ütöttem meg senkit. Taxit kérünk a részegnek. Letartóztatom ittas vezetés gyanújával. Jó. Jöjjön. Vigyük. Szálljon be. Őrizetbe vesszük. Nem hiszem, hogy az őrsön megfújja a szondát, de majd kiderül. A férfinak kétszer kellene megfújnia az alkoholszint mérőt. Mit akar? Meg kellett volna fújnia a szondát. Igen. A kolléga szerint fogyasztott alkoholt, de nem fújta meg a szondát. Ezért hozták be, érti? Igen, de nem én vezettem. A férfi váltig állítja, hogy nem ő vezetett. A rendőrség hamarosan kideríti. Nem én vezettem! A brit törvények értelmében azonban a rendőrök bárkit kötelezhetnek szondáztatásra, ha úgy vélik, ő vezetett. Aki ezt megfelelő indok nélkül elutasítja, törvénysértést követel, és elveszíti a jogosítványát. Meg kell vizsgálnunk az itteni géppel, hogy mennyi alkohol van a szervezetében. Nem! Mondtam már, hogy nem én vezettem! Megkértük, hogy fújja meg kétszer az alkoholszintmérőt, hogy legyen bizonyítékunk. De nem volt hajlandó erre. Paul mindent megtett, de a férfi nem fújta meg a szondát. Egy évre elvették a jogosítványát, és egy évnyi közmunkát kell végeznie. A kamera megrongálását károkozásnak minősítették, amiért 460 fontos bírságot és kártérítést kellett fizetnie.
megvárjuk, hogy kijózanodjon. Holnap valószínűleg nagyon fájni fog a feje. Reggel benézünk hozzá. Több száz automata rendszámfelismerő kamera üzemel szerte az Egyesült Királyságban. Több millió rendszámot ellenőriznek minden egyes nap, és jelentést küldenek, ha egy autó nincs adó vagy gépjárműbiztosítás, illetve ha komolyabb bűncselekményt követtek el vele. Remek eszközök. Nagyon megkönnyítik a dolgunkat. Már ott tart a technológia, hogy az úton is ellenőrizhetjük a járműveket. Nem kell a központot zargatnunk, hogy megtudjuk, van-e műszaki vagy biztosítás az autón. Mindent látunk a képernyőn. Délelőtt van. Egy Durhamtől délre fekvő területen járunk. Néhány órával ezelőtt jelentős mennyiségű kábelt loptak el egy helyi üzletből. A rendőrök azonban már is nyomon vannak. Egy szemtanú részletes leírást adott a lopáshoz használt járműről. Az egyik kamera pedig épp bemért egy ilyen autót. Ian Bulmer és Paul Jacko Jackson csupán pár kilométerre vannak, és készen állnak a bevetésre a megbízható X5-ös BMW-vel. Fekete ezüst színű Mitsubishi. Felénk tart a főúton. A megye másik részéről is érkeznek egységek. A terv az, hogy mindannyian eljutunk oda, ahol a gyanúsítottat látták. És megpróbáljuk megállítani. Jackóék mellett két másik egység is úton van, hogy megállítsák a gyanúsítottat. Jacko pedig azt is sejti, hová tart a sofőr. Szerintem a 177-eshez megy. Igen, szerintem is. Nyerők leszünk, Jacko. Persze. Azonban úgy tűnik, két másik rohamjárőr, Jack Hamilton és Paul Oliver lesznek igazán nyerők. Ugyanis ők már a kábeltolvaj kis teherautója mögött haladnak. 5-2. Az A177-esen haladunk Costa felé. A gyanúsított mögött vagyunk. Mi pedig mögöttetek? Arra. Igen. A gyanúsított mögött haladó egyik jármű megállt. Vettem. Megpróbálunk felzárkózni, hogy részt vehessünk egy esetleges bekerítésben. Elképzelhető, hogy a lopott kábel még mindig a teherautón van. Ezért Jacko nem kockáztat. Szeretné megállítani a járművet, mielőtt a sofőr menekülőre fogná a dolgot. Ott vannak. Jackóék felzárkóztak Jack és Paul mögé. Három egység már ott van. Egy harmadik egység pedig balról érkezik és kapcsolódik be az akcióba. Most már három egység halad a gyanúsított mögött, így itt az ideje, hogy megállítsák. A rendőrök tudják, hogy a sofőr bármikor észreveheti őket, és gázt adhat. Ezért Jacko és a többiek szeretnék bekeríteni a kis teherautót, hogy a legkisebb esélyese legyen a menekülésre. Egy rendkívül nehéz manőverről van szó, amelynek begyakorlásához több száz óra szükséges. Nem az ijedősöknek való. Megkapjátok az engedélyt a bekerítésre. Mehet? Igen. A központ megadta az engedélyt, így a járőrök megkezdik a manővert. Mehetsz, mehetsz. Jack előre megy. Jó. A másik két egység pedig oldalról és hátulról keríti be a kis teherautót. Rendben, megvan. Jó
Nyújtsa a kezét! Kapcsolja ki a biztonsági övet! Jacko és Ian azonnal letartóztatják a sofőrt és az utast. Mi történt? Így. Jól van. Letartóztatom kábellopás gyanújával, érti? Mi van? Jogában áll hallgatni. De bármi, amit mond, felhasználható ön ellen. Érti? A rohamjárőrök taktikája bevált. A gyanúsítottnak esélye sem volt a menekülésre a bekerítés miatt. Engedélyt kaptunk a bekerítésre. Ezt azért csináljuk, hogy megakadályozzuk a gyanúsított elmenekülését, illetve elkaphassuk, ha nem akar megállni. Sikeresen alkalmaztuk. Letartóztattunk két férfit kábellopás gyanújával az A-177-esen. Úgy tudjuk, a Durhami rendőrség is körözi őket. Alig néhány órával a bejelentés után a rohamjárőrök már le is tartóztatták a két gyanúsítottat. Mi ez? A rendőrök átkutatták a kis teherautót, de nem találtak kábeleket. A gyanúsítottaknak azonban így is meg kell majd jelenniük a bíróságon a vád miatt. Bevisszük az őrsre. És ez a rendszámfelismerő rendszernek köszönhető. A rendszámfelismerő rendszer nagyon hasznos. Így sem mindig találjuk meg a gyanúsítottat, de most sikerült és eredményesen alkalmaztuk a bekerítést. A gyanúsítottak fel sem fogták, mi történt. Mindkettőjüket letartóztattuk. Elégedett vagyok, szép volt. Bizony. A rohamjárőrök közösen hajtották végre a bekerítést. Jacko és Ian azonban megelőzték Jacket és Paul-t a letartóztatással, és ezt szóvá is kell tenniük. Mindig az egyik egység végzi a munka nehezét, és a másik aratja le a babérokat. Aki lassú, az veszít. Így van. Ez bizony így van. A papírmunka a tiétek lehet. Köszönöm. Vigyétek ezt a két szerencsétlent a Durhami rendőrségre. Ha látok útközben egy lopott kocsit, szólok, hogy azt a fickót is te tartóztasd le. Rendben. Túl öregek vagytok. Neki még könyökvédője is van. Jacko elmondja, hogyan kellene Jacknek és Paulnak kiszállnia az autóból. Csiga lassúsággal szállnak ki a kocsiból, aztán csodálkoznak, hogy nem jön össze nekik a letartóztatás. Simán leköröztük őket. Jack azt mondta, visszamennek Spennybe gyakorolni a megfelelő kiszállást. Miattatok tűnik úgy, hogy mi jók vagyunk.